Tehát a János 5-öt olvastunk, és ez a Betesda fürdő, és teljesen kibomlik itt most Isten igéje közöttünk, amiket mondok és tanítok, azok oly mértékben a mennyből vannak, hogy én magam is meg vagyok döbbenve az egészen, ami történik velem is, meg a szívembe itt a közösségbe is, és azokkal az emberekkel is, akik ezt hallgatják, megszabadulnak, meggyógyulnak, és újra kedvet kapnak ahhoz, hogy keresztények legyenek. És igazából Isten azt akarja, hogy örömmel legyünk keresztények, azt akarja, hogy terve legyünk örömmel és békességgel. Mert az ő békéjét adta nekünk, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és ne is izguljunk, hanem higgyünk az Istenbe. Tehát az az Isten dolga, hogy higgyünk ő benne. A Betesda fürdő, képzeljétek el, maga a Betesda, az nem tudom, hogy tudjátok-e, mit jelent. A kegyelem kapuja. Kegyelem irgalomháza. Kegyelem kapuja, irgalomháza. Na most nagyon érdekes a sztori. A kegyelem kapujában, az irgalomházában Jézus meggyógyítja 38 éve beteg embert, és a vége az, hogy Jézust meg akarják ölni. Az irgalommal és a kegyelemmel a vallás dühött, gyűlölettel ráront, és meg akarja Krisztust ölni. Ma Krisztust meg akarják ölni te benned. Az ördög meg akarja ölni Krisztust te benned. Ez nem olyan, ez nem játék, erre fel kell készülni, mert amikor a Krisztust megölik te benned, akkor te ott maradsz, vallásosan, nyomorultan, erőködve, tönkremenve. Én megmondom nektek őszintén, hogy eljutottam ebbe az állapotba, hogy megölték bennem a Krisztust. A saját vallásosságom és másoknak a törvénykezései és kényszerei. Megölték bennem a Krisztust, és úgy kellett élnem egy időszakot, hogy teljesen kétségbe voltam esve, hogy nem hiszem el, hogy van Isten, hogy lelkipásztor létemre halott a belsőm, és igazából tönkre vagyok menve. És meg kellett találnom az életnek a forrását, és el kellett jutnom oda, ha a pokolba kerülök is, nem fogok soha többé megalkudni azzal a vezetéssel, amiben a szívemben van. Halált megvető bátorsággal indultam neki az igéknek, az Isten megértésének úgy, hogy ha senki nem jön velem, ha teljesen egyedül maradok, akkor sem tudok már soha többé másról hallani, mint Jézusról a megfeszítettről, és arról, hogy ő benne, én szabad vagyok. Arról a szeretetről, ami mindig megérintett. Az Isten azt mondta nekem, hogy rakjam össze, tudom, hogy már ezt mondtam, de nem baj, hogy rakjam össze azokat a pontokat, hogy visszajöjjön a hitem, hogy Krisztus megszülessen bennem újra, hogy rakjam össze azokat a pontokat, amikor ő vele találkoztam. És nehéz volt, és több napba vagy hónapba is tellett talán, de mindig jött egy pont, mindig jött egy pont, mindig jött egy érintés, amikor megláttam, hogy mik voltak azok a pontok, és kivétel nélkül azok a pontok Isten kegyelméről szóltak. Kivételnék. És minden dolog, ami kinyírt engem, az pedig a törvényről szólt, és a kárhoztatásról, és a kényszerekről, és az emberi akaratról. Hogy emberi emberek lelkipásztornak öltözve, az ördög szellemével kinyírták bennem a Krisztust. Ezért nem lehet engedni semmilyen gyülekezetben, semmilyen módon, hogy benned az élő Isten megöljék. Tudjátok, a legnagyobb baj, amikor az anyák a méhében megölik a babát. Tudom, hogy ez a legnagyobb fájdalom is egyébként. Tehát még akik ezen át is mennek, nem tudnak simán átmenni. És amikor te benned meghal a Krisztus, az egy olyan döbbenetes dolog, hogy nem tudsz énekelni, nem tudsz imádkozni, hiába imádkozó,
És olvasod az igét, és nem szól. És elmegy a kedved az élettől, és kezded utálni magadat, meg az embereket is. Kezdenek előjönni a bűneid, és leuralnak. Régi megszokások jönnek elő, örökölt dolgok, amik teljesen megnyomorítják az életedet. És utána jön a vádló, és azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és halljál meg. De az Isten azt akarja, hogy álljunk föl. Az az időszak jött el, amikor a keresztényeknek azt mondja az Úr, hogy álljatok föl. Minden helyen ezt fog prédikáltatni. Hogy álljatok föl, szülessen meg bennetek a Krisztus, és éljétek az Istennek az életét, ami gyönyörű, ami szép, ami csodálatos, és ami tele van élettel és erővel. Nagyon érdekes dolog ez a telefonügy. Ez nagyon érdekes dolog. Most itt zajlódik le a szemünk előtt. Ugye azt mondtam, hogy a nagy prédikátort meg zavarja a telefon, amit ti rusnya emberek nem kapcsoltok ki, amikor megszólal a nagy prédikátor telefonja. Pontosan erről tanítok. Nem lehet kényszer alá helyezni, még akkor se, hogyha igazat van. Mert önmagad abban a pillanatban elbuksz abban a dologban. Amikor ítélsz, már el vagy ítélve. Önmagadat ítélted el. Amikor károsztatsz, már károsztatva vagy. Amikor mérges vagy a másikra, már visszavadt-e rád. Amikor kardot ránsz, az kard által elvész az életed. Nagyon nehéz ebbe bele tanulni, mert rendkívül ilyen meg vagyunk fertőzve. Rendkívül ilyen. Nem is gondolnátok, hogy a vallásossággal olyan rendkívül ilyen vagyunk megfertőzve, hogy elképesztő. A hitetlenek jobban megértik a kegyelmet, és egyből örülnek neki. Ők nem mondják azt, hogy akkor lehet bűnözni, hanem azt mondják, de jó, hogy szeret engem az Isten. Örömömben nem fogok bűnözni se, képzeld el. Egyből megérti, egyből szabad lesz. De mi, akik gyúrtuk az igét, és akartuk betartani, stb., mi sokszor oda jutottunk, hogy megöltük a Krisztust egymásba és magunkba is. Ez a történet, ezek az igék, amiket én most veszek, úgy veszem, hogy nem tudom, hogy mi következik egymás után, mert olvasom sorba a János evangéliumot. De valami olyan dolgok történik, amit együtt élünk át. És egy picit szeretném elmondani azt, hogy Jézus, most majd fogok olvasni több igét is, meg rengeteg ige van, de bele akarok menni egy picit csak a gondolatokba, hogy olvasom talán onnan, hogy és emiatt üldözőbe vevék, ez a 15-16-tól olvasom, és emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarrák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Tehát látjuk, a kegyelem kapuja a kegyelmet, az irgalom kapuja az irgalmatlan kegyelem, kegyetlen befejezéshez akar érni, tehát amit Jézus irgalommal, kegyelemmel elkezd, az a vallás meg akarja ölni. Jézus pedig felele nékik, ez a 17-es verstől olvasom. Az én atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Emiatt azért még inkább meg akarják őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta. Egyenlővé tévé magát az Istennel. Felele azért Jézus. És mondanékik, bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja, cselekedni az atyát. Mert amiként az cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámassza a halottakat, megeleveníti úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta.
hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, amiként tiszteli az atyát, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy akik az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Ki, aki hisz. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. A halottak is valamilyen módon hallják az Isten szavát. Mert amiként az atyának élete van önmagába, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagába, és hatalmat ad a néki az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig gonosz műveltek a kárhozat feltámadására. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáért. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem emberektől nyerem a bizonyságot, hanem ezeket azért mondottam, hogy ti megtartassatok. János az ég gő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van Jánosénál. Mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem, azokat a dolgokat, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem halljátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget embertől nem nyerek. De ismerlek benneteket, hogy az Isten szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtak be engem. Ha más jön a maga nevébe, az befogadjátok. Mi módon hittetek ti, akik egymástól nyertek bizonyságot, és azt a dicsőséget, amelyet az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd bennetek az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Tehát ezzel befejeződik az ötös vers, elég hosszú, és elég sok minden van benne. Nem fogok tudni mindenre kitérni, és nincs is mindenről kijelentésem. Egy-két dolog van, amit az Úr kijelentett nekem ezzel kapcsolatban. Az egyik nagyon csodálatos dolog az, hogy az igéről beszélnek a farizeusok és Jézus, és közben Jézus ott ő maga az ige. Nem tudom, hogy értitek, amit most mondok. Amit ő ott mond, azt most le van írva, és azt olvassuk. Tehát az élő ige harcban áll az írott igével. Az élő ige szembe helyezkedik a betűvel. Mert a betű mögött sátáni szellem van. És a betű mögött isteni szellem van, akkor az élő ige harmóniába kerül az írott igével. Picit lefordítom. Te az élő ige vagy most a Földön. Az apostolok cselekedeteit
beírhatnánk rólad. Ez az élő ige nem szembesíthető a halott igével ördögi szellemeken keresztül. Sem emberi uralmon keresztül, sem hatalmon, sem pénzkereseten, sem semmi vallásos gyülekezetépítési tanfolyamon keresztül és mindenfajta nyomatékon keresztül, ami mögé áll az írott igének, nem tarolhat téged le az élő igét. Az élő igét, a megírt igével élően a Szent Szellem tudja megeleveníteni, és akkor te azt érzed, hogy újongsz. Akkor te azt érzed, hogy alkalmas vagy. Akkor te azt érzed, hogy Istennek a gyermeke vagy. Akkor te azt érzed, hogy bemész a mennybe, és rendben van az életed. De amikor az írott igét vallásos démonok hátterével és szellemiségével megtöltve mondják neked és adják neked, akkor te le vagy értékelve. Te úgy érzed, hogy alkalmatlan vagy, te úgy érzed, hogy nem vagy képes erre a dologra. És ez az a dolog, ami történt Jézussal. Ott volt az élő ige, és az írott ige mögött vallásos démonok álltak. Jézus mondja is, hogy a ti atyátok az ördög. De azt mondja, hogy ha ennek az igének hinnétek, hittel felétek, akkor Mózes, ha akarjátok tudni, rólam beszél. Akkor nézzük meg, mit mond Mózes, jó? Mit kellett volna megérteni az akkori farizeusoknak az igéből? Aztán majd mondom tovább, mert nagyon sok érdekes dolog van. Megnéztem, hogy mit Mózes, csak egyszerűen citálást megnéztem. Azt mondja az 1 Mózes 3.15, tehát azt mondja, ha Mózesnek hinnétek, akkor most hinnétek nekem. Tehát ha Mózes kijelentett igéit a Szent Szellem magyarázná nektek, akkor most megértenétek, hogy én az az igének a folytatása, sőt beteljesedése vagyok, amit Mózes mond. Ja Istenem! Jújj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 
most olvasom Mózest. Mert szombatot is akartam menni egy picit, de most menjünk a Mózesre. 1 Mózes 3.15. Azt mondja, az asszony maga a kígyó fejére fog taposni. Ezt mondja Mózes. Tehát emberfia fog a sátán ellen a győzelmet aratni. Az asszonynak, a magva. Tehát itt semmi probléma azzal, hogy Jézus Isten fia emberként. Mert ezt mondja az írás, hogy a messiás asszony magva lesz. Miért probléma ez most nektek, gyerekek? Miért akadtok ezen fel? Mert nem támogatom a hatalmi rendszereteket? Mert nem hajlok be, és nem nyalok be csontig nektek? Ez a probléma. Hát, ha ez a probléma, akkor vegyük sorba az igék egyet. Menjünk végig rajta. Azt mondja, hogy 12:3, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségeit. Ábrahám magváról van szó. Tehát megáldatnak te benned a föld minden nemzetségeit. Egy magról van szó, ami Ábrahám. És Ábrahámról nem akarok sokat beszélni, de Ábrahám magvában lesz megáldva a föld minden nemzetsége. És látjuk, hogy Ábrahám magvából származik maga Jézus. A 22:18 azt mondja, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetsége, mivel, hogy engedtél az én beszédemnek. És akkor már tudjuk, hogy Izsákról van szó, akit elvisz feláldozni. Ábrahám, amiről beszélt a Tibi is. Nem akarok erről többet mondani. A 49:10, nem múlik el Júdából a fejedelmi bot sem, a vezéri pálca térdei közül, míg eljön Siló, és a népek neki engednek. A Máté evangéliumban az van, hogy Júdától származott, tehát Dávid családából, Dávid fia lett Jézus, de Júda föl van szépen sorodva a családfába, hogy Jézus hogyan jön be a nemzetségbe. És azt mondja, hogy ez a Siló, ez az Istennek a jelenléte. A Silóba állították föl, a Szent Sátrat. Oda ment a nép mindig Istenhez. És nem véletlenül beszél a szamáriai asszonnyal Jézus a templomról.
Ő azt mondja, hogy roncsátok le ezt a kézzel épített templomot, és én harmadnapra fölépítem. És ő magáról gondolt. De erről többről van szó, gyerekek. Arról van szó, nem csak, hogy föltámadt Jézus, hanem arról van szó, hogy az Isten tisztelet az a te szellemedben, a te bensődben fog zajlani. Felépítette a feltámadásával az Isten a templomot, és az te vagy! Fölépített téged, még akkor, amikor meg sem születtél. És ebbe a templomba akarja, hogy végződjön az Isten tisztelet. Ez a Siló, ez az Istennek a nyugalma, ez az Istennek a békessége, ez az Istennek a jelenléte. 5 Mózes 18.15 Profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyáid fiai közül olyant, mint én, azt hallgassátok, igen, azt hallgassátok. Tehát azt mondja Mózes, hogy olyan proféta fog jönni, mint én. Milyen proféta volt Mózes, akire a zsidók annyira büszkék voltak, a mai napig annyira hallgatják, és a Tóra a legszentebb könyvük. Milyen proféta volt Mózes? Bocsássatok meg, de el kell, hogy mondjam, egy szerencsétlen. Egy szerencsétlen menekült. Aki elmenekült a fogságból, mert agyöntötte az egyiptomit, mert ez volt a törvény, ez volt az emberi erő. Muszáj volt, hogy bemutassa az Isten, hogy nem erre van szükségem. Nem a te erődre van szükségem, Mózes. Nem a te hadi tudományodra, nem a fiatalságodra van szükségem, és nem a jó beszédedre. Még csak semmire sem, hanem arra van szükségem, hogy te teljesen kiszolgáltasod magadat nekem, és teljesen betöltsed magadban az én hitemet, az én hitem pedig az, hogy én megszabadítom Izraelt az ön fogságából rajtad keresztül, de bocsáss meg, ehhez neked semmi közöd nincsen úgy emberileg, hanem van közöd úgy, hogy engedsz ennek a beszédnek. És megjelenik neki égő csipkebokorba, és azt mondja, hogy menjél, és azt mondja, hogy öreg vagyok. Ha? Ez a probléma. Amikor fiatal voltál, akkor szaladgáltál mindenhova. Lelassultál. Az Úrnak így vagy a legjobb. Végre. Mert különben le se lehetett téged ütni. Föltámadta és kimenti a falon is. Az Isten nevébe. Kasza voltad az egyiptomit, nem is egyet. Század harcoltál az Isten országáért, megvédted az Isten, de az Isten nem kell neked megvédeni, ezt jól jegyezd meg. Az Isten megvédi magát. Azt mondja Illés. Hát, ha talán elment vécére. Azért nem jön. Vagy valami baj van. És ott vaddosták magukat. Erőlködtek. És akkor oda ment. Azt mondja, Uram, te vagy a mindenség Isten. És akkor tűz jött le az égből. Megemésztette az áldozatot. És megsemmisült minden. Nem azért, mert Illés jó volt, mert Illés azt mondja, hozzánk hasonló ember volt Illés. Járt vécére. De sokan azt hiszik, hogy Illés nem járt vécére. Járt vécére az Illés. Sőt, rohadt depressziós volt! Kesergett és nyavajgott, mint egy állat. És mondja, Uram, mert minek élek? Vedd el a lelkemet, elmegyek most már én is, az atyáimhoz nem vagyok külön, stb. Stb. Fél, stb. Ilyen volt, mint te meg én. És jön az ördög is azt mondja, milyen vagy te, Csabi? Hát hogy néz ki az életed? Te akarod az Istent szolgálni? Igen. Te fogod szolgálni az Istent! Mert nem miattad szolgálod az Istent, hanem ő miatta! Őrán nézve, őtőle fogod szolgálni az Istent! Nem azért, mert nem vagy depressziós! Nem azért, mert rendben vannak a dolgaid! Hanem miatta! Az Isten miatt fogod őt szolgálni. És az ő hite miatt fogsz bemenni az ő hitébe, és ezért leszel verhetetlen, és ezért fogsz belekerülni az apostolok cselekedeteibe. Írják a könyvet. És akik törvénykeznek, és bejutnak majd a mennybe, ezt az egész marha nagy abcsert kell majd betartaniuk.
Kubinyi levelét, Kemény Gábornak, az e-maileket és a cseteléseket és mindent. Azt mondja az úr, akkor most álljál neki ennek is, mert ez is még itt van. Tartsad be, fiam. És akkor meg fogja érteni a testvér, hogy nem, nem ezen keresztül, hanem az Isten kegyelmén keresztül. Ez egy akkora mentű nagy Biblia lesz a mennybe, hogy a méreteiről még nem is kaptam kijelentést. De elég nagy. Tehát létrát kell használni hozzá, hogy lapozni lehessen. De olyan létrát, ami kihúzható, tehát ilyen több fokozatba. És föntről helikopterrel leengedhető létrát. Na jó, ezt most ne ragozzuk, ezt a mennyei Bibliát, ahol a cselekedeteid meg vannak írva. Hanem meg kell, hogy értsed, hogy amikor valamit meg kell, hogy értsed. De már érted? Hát akkor már nem kell. Tehát úgy, ha már megérted... Uram, ott tartottam. Tudom, mindig a kegyelemről. Ez most nem volt segítségkodni. De illés, de nem illésre akartok beszélni, azt mondtam, hogy ez csak ide bekeveredett ez az illés fickó, érted? Na mindegy, mindegy. Igen, az igéket, proféta támaszt, igen, olyan, mint én, de figyeljetek ide, egy-két proféciát még, mert hogyha profétát támaszt, olyan, mint ő, a legautentikusabb, milyen szép szó ez. Gyönyörű, eredeti. Az Ézsaiás 7.14 azt mondja. Tetszik neked, Gábor? Elolvasta a leveledet. Elolvasta a leveledet. Ézsaiás, ezeket mind tudják a farizeusok, ezt csak azért mondom, hogy képzeld el, ott van az élő ige, és mind tudják, mert ezeket állandóan olvassák ezeket az igéket, amiket most én is olvasok. Állandóan azt mondja, azt hiszitek, hogy benne van, és jól tudjátok, tehát ezért ad néktek jelt az Úr maga, íme szűz fogan néktek, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek, velük az Isten. A szűz fogant, Mária, tudták, mert azt mondták, hogy mi nem parázdaságból születtük. Tehát ők rossz indulattal feltételezték, hogy lefeküdt József és Mária. Amikor adja a hírül az angyal, hogy rokonod Erzsébet 6. hónapban van, akkor elmegy hozzá Mária, és vele marad mindaddig, amíg nem születik meg János, és ez még 3 hónap, tehát az azt jelenti, 9 hónapra születik a gyerek, az azt jelenti, hogy 3 hónapot biztos, hogy nem házasodtak még össze, miután terhes lett Jézussal Mária. És ezért mondták, hogy mi nem parázdaságból születünk. Tehát ők nagyon jól tudták, hogy ez a Jézus, ez valahogy jött házasságon kívül, és pontosan tudták az igét, hogy a szűz fogalni fog. Hát hogy fog fogalni a szűz? Hogyan? Ha nem férfitől. Bocsássatok meg, akkor hogy oldották meg ezt a képletet? Hát ezt olvasták állandóan. Miért nem oldották meg? Mert nem akarták. Nem akarták, mert ők azt akarták, hogy úgy jöjjön, ahogy ők mondják. Hogy kontroll alatt tudják tartani. Hogy beépüljön a rendszerükbe. Hogy úgy legyen, ahogy ők elképzelték. De hogyan lehet az, hogy a szűz fogan? Gyerekek! Hát ez az imádkozó sáskánál még lehet. Meg egy-két szűznemzés, vagy valami ilyesmi van ott. De az embernél lehetetlen. Tehát embernél lehetetlen, hogy egy szűz fogan. Ilyen nincsen. Nem tud megtörténni. Még a genetikusok is össze kell, hogy hozzák a férfi ivar sejtet a női petesejtel. Akkor tud fogadni. Nem tud fogadni másképp, mint hogy megtermékenyüljön a petesejt. De ezt az igét csak úgy lehetett megoldani, hogy a Szent Szellem meg tudta termékenyíteni egy asszonynak, aki szűz volt a petesejtjét. Ezt tudniuk kellett volna, és el kellett volna gondolkozniuk, hogy ez a Jézus valami hasonló közegből jött. Nem volt még házas a József, amikor ő már megfogant. Vajon nem ez az, aki a szűztől születik?
Oldjuk meg az igéket, legyünk becsületesek, álljunk oda a Biblia elé, és mondjuk azt, hogy akkor, Uram, kiteszem magam neki, neked, az igének, és akkor itt vagyok. Meghajlok előtted, nem akarom az én koncepciómat ráhúzni a Bibliára. De azt mondja, a 96, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és uralom az ő vállán részen, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Tehát, egy fiú, aki szűztől születik, aki emberformájú lesz, csodálatos lesz, tanácsos lesz, Istentől lesz, Isten fia lesz. Akkor most mit károgtok, hogy azt mondja, hogy én atyám szüntelen munkálkodik? Nem ez ő az? Nem ő az? Hát az egyszerű emberek már kezdték mondani, vajon nem ő az? Ha? Kezdenek stimmelni a dolgok. Csak nem azon a módon, ahogy elképzeltük. Nagyon nehéz kijönni a vallásosságból, komolyan mondom. Valami olyan békjű az embernek a szívében, mint egy abroncs, ami összetartja a hordót. De ezt az abroncsot Isten szét akarja lökni. Hogy élő víz jöhessen az új tömlőbe. Ezt a régit szét akarja törni az Úr. De újat akar adni helyette. És csak egy, még egy-két igét. Mint Ézsaiás 40:11, mint pásztornyáját úgy legelteti, karjányra gyűjti a bárányokat, és ölébe hordozza a szoptatósokat, szeliden vezeti. Azt mondja Jézus, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelid és alázatos szívű vagyok. Azt mondja, én az Úr vagyok, és megmostam a lábatokat, nagy vagyok, én vagyok a legnagyobb, és képzeld el, én téged szolgálok, én neked szolgálok, én lehajolok, én a lábadnál vagyok, én letérdelek eléd, én teljesen felemellek téged, én nem nyomlak le téged, akkor Jézus nevében légy szíves, ne nyomd le a testvéredet semmilyen módon. Ne hivatkozzál Jézusra, aki nem tette ezt. A karján hordja a szoptatósokat, és elmegy a 99-et ott hagyva az egy elveszett bárányért, és hazahozza, ez a mi Istenünk. Nem utána kiabálnék, hogy átkozott vagy, mert elhagytad a gyülekezetet. A mi Istenünk nem ilyen. A mi Istenünk a jó pásztor. Ő a te pásztorod. Nincsen más pásztorod. És a lelki pásztorod nem az ő pásztorsága alá visz téged, az nem lelki pásztor. Az hamis. Az hamis. Bárányba őrbe van, de fogai vannak, és mielőtt megcsokkolna téged, elharapja a torkodat. És megöli benned a Krisztust. És nem engedheted meg. Hiába mondja. Azért mondja Pál. Ha egy mennyből alászállt angyal prédikálna más evangéliumot, mint amit, és ott a törvényről beszél, akkor legyen átkozott. Benne vagy ennyire, hogy legyen minden átkozott inkább? De nem fogsz eltávolodni a kegyelemtől és a szeretettől? Az Istennek az irgalmától? Ha bárki mást mond, azt mondja, legyen átkozott, tűnjön el, nem veszem be! Eljutottál már ide? Vagy még mindig ilogsz? Még mindig meg lehet ijeszteni téged az Isten nevébe? Hogy összeomolj, hogy tökre menj, hogy lehúzd magad, hogy kiderüljön rólad azt, amit az Isten már rég tud rólad, és mégis kellettél neki. Akkor ne ijesztegessenek téged a bűneiddel, amit nem akartál, mert Ádámban nem akartál megszületni, hanem emeljen fel téged az Istennek a kegyelme, ami Jézus Krisztusban az utolsó Ádámban megtörte az átkokat, és rendbe rakott téged. Hát ne azzal foglalkozzál, hogy miért vagy ilyen, mert nem akartál ilyen lenni. Bocsáss már meg magadnak! Hány ember nem tud megbocsátani magának, és magának tulajdonítja a rossz tulajdonságokat, a bűnöket, és a különböző szenvedély betegségeket, amit legtöbbször örökölt, meg genetika. És kidobják őket a gyülekezetből. Nem tud megváltozni se. Úristen, az én telefonom. Halleluja.
Fontos telefon? Igen. Szerintem is. Össze kell taposni. Nehogy felvett Péter. Ó, uram, te látod az én szívemet. Bocsáss meg, hogy mérges voltam. Kétszer ne lehetnézhez meg, öreg szolgálatom. Elég volt egyszer. Az Ezekiel 34-23. És állatok föléjük egyetlen pásztort, hogy legeltesse őket. Az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket, s ő lesz nékik pásztoruk. Dávid fia Jézus, tudjuk, hogy semmi, csak hogy hirtelen azt hittem, hogy te is csengesz. Tehát ruhástól dobjuk ki. Dávid fia Jézus. Hú, elment az idő. De nem, hogy elment az idő, hát nem tudok beszélni, amiről akarok. De hogy is mondtam el. Ezt mind sok jó profécia befejeztük, jó? Tehát, most oda menjünk a szombathoz. Mert szombatot el akartam mondani nektek, fontosnak tartom. Tehát ezekből a proféciákból is azért van még egy-két profécia, csak az, hogy Betlehemből származik a Mikás 5-2, utána nézhettek volna nyugodtan, hogy igazából honnan származik. Tudták, hogy Betlehembe, hogy Isten elintézi, hogy népszámlálás legyen. Egy helytartót arra indít, hogy oda terelje Józsefet és Máriát Betlehembe, ez fantasztikus, nem? Ez fantasztikus. Fantasztikus az Zakariás 6:13, mert ő fogja megépíteni az Úr templomát, és nagy rész az dicsőség, ezt olvastam, Zakariás 9:9. Szamárhától jön király, a szamaritó, és most folytathatnák, hogy nem törtek csontot benne, folytathatnák, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, ez a Dávid zsoltárokban van benne, folytathatnánk az Ézsaiás, és ez nagyon fontos, az Ézsaiás 53, hogy felnőtt, mint egy vászeszál, nem volt kívánatos az alakja, ki hitte volna, hogy érted? Egy olyan messiást mutat be, aki szenved, aki nem különleges, aki nem olyan. Olvasták rendszeresen ezeket az igéket, és ott áll előttük a messiás. És nem volt kívánatos az alakja, és néztük rá, mint Borjú az új kapura. Azt tudjátok, a Borjú miért néz az új kapura? Nem ismeri föl, mert mindig hazamegy, mert a legelőről úgy hagyják haza teheneket, hogy végighajtják az utcán, és mindegyik tehén bemegy a saját házába. Tehát nem kell azt mondani neki, tudja, hogy ott van. És érted, új kaput épített a paraszt, és a Borjú ott áll előtte, mert érted, addig ezt nem látta. Nem ismeri meg, de tudja, hogy itt menj be eddig minden nap. És ott nézi, hogy ez nem az ő helye, de egyébként meg itt kell bemenni. Tehát ott áll, mint Borjú az új kapu előtt. Világos kapukat, de városi gyerek, érted ezt? Figyeljetek ide, most egy picit, komolyan mondom, 6 óra 10 perckor be fogom fejezni, megígérem, de egy gondolatot szeretnék. Most így megállom. Ez hitetlen, a te hitetlenséged miatt, de nem jó kedvűen ne legyél hitetlen, így jó, hogy befejezem 6 óra 10 perckor. Nem annyi van. Nem annyi van. Nincs annyi, van még 7 percem van. Figyelj. Tényleg, te ezt nem hallod meg, nem ez üdvösséget. Annyira fontos. Azt mondja Jézus pedig, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Na, igen. És a zsidó 4:10 pedig azt mondja, mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől. Tehát, volt egy isteni törvény, hogy szombaton ne munkálkodjál, ne csinálj semmit. És akkor Jézus ebben a helyzetben kijelent egy dolgot, és most ezt meg kell értened, ez egy nagyon fontos. Annyira fontos, hogy értsed meg, ezen múlik minden. Az a fontos, hogy Isten szeret, a többi nem lényeges, de ez fontos most azért. Tehát, mit mond a szombattal kapcsolatban? Hogy Isten nem tart szombatot olyan módon, hogy nem munkálkodik.
hanem azt mondja, hogy szüntelen munkálkodik. De hát akkor miért kell szombaton abba hagyni a munkát? Ha Isten szüntelen munkálkodik, akkor miért baj az, ha megtörjük a szombatot? Miért adta Isten a szombatnak a törvényét? Azért adta Isten a szombatnak a törvényét, és ezt most meg kell látnod, nagyon fontos azért, hogy kilépjél a saját munkálkodásodból, a saját cselekedeteidből, a saját erődből, és bemenjél a nyugodalomba, ahol meglátod azt, amit Jézus látott, hogy az Atya szüntelenül munkálkodik, és én azt teszem, amit látok az Atyánál, hogy ő munkálkodik. És amikor te azt teszed, hogy látod az Atyánál, amit az Atya tesz, és te azt munkálod, az a cselekedet, az nem az a cselekedet, ami megtöri a szombatot, hanem ez maga a szombat. Világos? Ez a Sümeghi Eszternek a története. A Sümeghi Eszter története úgy hangzik, hogy eléggé önálló figura, elég nagy szája van, én, mint lelkipásztor, nem nagyon tudnám rákényszeríteni, úgy semmire sem, hála az Istennek. Tehát ilyen szabad madár. És akkor egyszer csak, na nyugi, nem mondok semmi rosszat. Már szikrázik a szemed. Tehát, mondtam én, hogy befejezem? Nyissátok ki az ajtót, arra fogok futni. Csak nagy a szája, de amúgy minden rendben van. Teljesen rendben van az Eszter. De hát én aztán semmire nem tudnám rávenni, az biztos. Várjátok, most ezt befejezem, ez fontos. Amikor a Mária benn volt a kórházba, mert akkor nagyon hányt, és egy ilyen nagyon rossz periódus jött, akkor egyszer csak a Sümeghi Eszter megjelent a kórházba, virágot vitt, epret vitt, parfümözte a szobát, mosdatta a Máriát, tanulászott úgy, hogy az egész kistarcsai kórház remegett. Próba után mi történt az Eszterrel? Hát az Eszterrel az történt, hogy bement a szombatba. És az Isten indította a lelkét, hogy bemenjen a kórházba. És nem azért ment be a kórházba, mert beteg voltam, és meglátogattatok, és ezt be kell töltened ahhoz, hogy bemenj a mennybe, hanem azért ment be a kórházba, mert az Istennel járt, és az Isten bement fel a kórházba. És ebben egy nagy áldás volt. Mert hogyha úgy ment volna be a kórházba, hogy egy ilyen kényszer alatt, hogy be kell tölteni az igét, akkor az nem lett volna semmi erő benne. Semmi erő benne. Ezért, testvérem, nagyon kérlek, hogy hallgass meg az Istenedet, és legyél olyan, akit az Isten indít fel a jó cselekedetekre, az Isten indít fel egy szolgálatra, az Isten indít fel egy bizonyságtételre, az Isten indít fel azokra a cselekedetekre, amik előre el vannak készítve Krisztusba, mert ez a szombat. És a szombatnak a megtörése az, amikor te munkálkodsz, holott az Isten már befejezte. Ez a megtörése a szombatnak. És a szombatot ma megtörik a keresztények. Mert mindenfajta programokat, erőltetett dolgokat nyomnak, és igazából teljesen széttörik a szombatot. Holott az arra kellene, hogy felbátorítsuk egymást, hogy figyelj ide, van keneted Istentől, van vezetésed Istentől. A Szent Szellem képessé tett arra, hogy az Új Szövetség szolgálatába álljál, és amikor beszélnek kell, fogsz beszélni. Nem kell gondolkodnod se, hogy mit mondjál, amikor elfognak, mert olyan bölcsességet fogsz kapni, ami az a mennyből lesz. Nem kell semmit sem tudnod, mert a tudás benned van a Szent Szellem. És igazából ez a fajta cselekedet az, ami szüntelenül folyik a mennybe, és ezt kell neked látnod. És Jézus ebbe a látásba járt. És ezt nem értették meg a zsidók, hogy igazából a szombat arról szól, hogy meg kell, hogy szűnjön a mi elképzelésünk, és be kell, hogy jöjjön az Istennek a munkája, az Istennek a kenete, az Istennek az elvégzett dolga. Ez a szombat jelentősége. Ez a szombat a szabadulás, hogy megszabadultunk a rabságtól, ahol be voltunk határolva a fáraó rabságába, a saját testednek a börtönébe, és kijöttél a szabadságra. Figyelj ide! Amikor én prédikálok, azt nem kötelességből teszem, nem azért teszem, hogy bemegyek a mennybe, hanem azért teszem, mert jól érzem magam benne, és kiárad a Szent Szellem, és felüdülök magam is, és teljesen örömbe vagyok. És nem azért, hogy neked is ezt kéne csinálnod, és azt mondanod, hogy utánoznod a kereszt, mert a kereszt most Győrbe volt, tegnap meg Pécelen prédikáltam, meg nem! Hát én ezt örömmel teszem, sőt, ezért élek! Tele vagyok élettel!
Még egy perc. Tele vagyok élete! Uram, egy perc. Tudod? Állítsd meg, és akkor rendben van. Vagy engem. És akkor rendben vagyok. Mikor is? Befejeztem. Most befejeztem. Elvesztettem. Köszönöm.